Sziasztok! A mai videóban egy olyan vegán sajt receptet hoztam nektek, ami 15 perc alatt elkészíthető, és utána csak pihentetni kell. Nem tartalmaz szóját, tojást, cukrot, semmit az égvilágon, illetve glutént sem, amivel még probléma lehet, és a legfontosabb, magvakat sem. Úgyhogy bárki, tényleg bárki fogyaszthatja, aki nem rendelkezik, mondjuk krumpli, illetve olívabogyó allergiával, mert hogy ez a kettő lesz a két fő összetevője. Úgyhogy ha szeretnél otthon, olcsón növényi sajtot készíteni, és porolni nem kevés pénzt, akkor tarts velem! Első lépésként megpucolunk egy adag krumplit, majd felvagdossuk és berakjuk főni. Amíg ez a krumpli fő, fogjuk és megcsináljuk a krémes összetevőjét magának a sajtnak. Ami azt jelenti, hogy egy turmix gépbe rakunk bele olívaolajat, egy pár szem olívabogyót, illetve az olívabogyónak a levét, valamint citromlevet, és a legjobb, ha cukormentes rizstejet választunk a növényi alternatívák közül. Nem muszáj, hogyha otthon nincsen cukormentes növényi tejetek, az se baj, a lényeg az, hogy ne legyen ízesített. Ezt turmixoljátok össze, ezt követően rakjátok egy food processzorba a megfőtt krumpli, némi sóval, ízlés szerint borssal, fokhagymaporral, valamint az előbb leturmixolt krémmel. Itt fontos kiemelnem, hogy sót mindenféleképpen ízlés szerint rakjatok bele, hiszen az olívabogyó is eléggé sós, illetve annak a leve is, úgyhogy ha gondoljátok, kóstoljátok meg, és ízlés szerint változtassatok majd az adagon. Ha ezt mind beleraktátok, aprítsátok össze a food processzorban, ezt követően mehet bele a tápió keményítő, illetve a kukorica keményítő is. Ha nem rendelkeztek otthon kukorica keményítővel, akkor lehet kizárólag a tápió keményítőt is használni. Én pusztán az állaga plusz az íze miatt rakom bele a kukorica keményítőt is. Illetve a tápióka keményítő az nem cserélhető le a kukorica keményítőre, feltétlenül szükséges magát a tápiókát használnom, mivel azt fogja megadni majd a sajtnak a végleges textúráját, állagát. Ezt követően mehet bele még egy adag sörélesztőpehely, ezután pedig jön az utolsó keverés. Ha ezzel megvoltatok, választhatok ki egy méretben megfelelő üvegtárolót, feltétlenül fontos, hogy üvegtároló legyen, és olajozzátok ki, hogy ne ragadjon majd az oldalához a sajt. Ha teljesen homogén masszává kevertétek már ezt a sajtot, akkor jöhet most a legizgalmasabb része, ugyanis ezt fel kell melegítenünk, hogy összeugorjon az egész, és végül pedig meg tudjon derredni olyan sajt állagúvá, mint a hagyományos sajtok is. Tehát belerakjuk egy lábosba ezt a masszát, és elkezdjük közepes lángon felmelegíteni. Nagyon fontos, hogy ne égjen oda a masszák, ezért folyamatosan kell kevergetnünk, és meg kell várnunk azt a pontot, amikor már annyira összeugrik ez az egész sajtmasszánk, hogy elválik a lábos aljától is, miközben kavargatjuk. Akkor érjük el a végleges formáját, amikor az egész úgy néz ki, mint egy nagyon ragacsos pizzatészta mondjuk, és ezt megfogjuk, belerakjuk az üvegtárolóba, amit ugye előzetesen kiolajoztuk, és most nagyon gyorsnak kell lennünk, mivel hogy a légbuborékokat a sajt massza, illetve az üvegtároló oldaláról el kell választanunk, amit én műanyag evőpálcikával csináltam meg. Nektek bármilyen műanyag, illetve fém rudatok van otthon, azzal próbáljátok meg, és nagyon gyorsnak kell lennünk, mivel hogyha elkezd már kihűlni a sajtmassza, akkor több légbuborékot tudunk csinálni, mint amennyit megszüntetni. Úgyhogy ha már azt látjuk, hogy ez rosszabb lesz, több lesz a buborék benne, mint eredetileg, akkor ott meg kell állni, mert már eléggé kihűlt ahhoz, hogy a végleges formáját felvegye a sajt. Ezt követően pedig berakjuk a hűtőbe, és hagyjuk pár órát dermedni. És ennyi lett volna mára ez a nagyon egyszerű és könnyen elkészíthető sajt. Remélem, hogy elkészítitek otthon, és tetszeni fog a végeredmény. Ha igen, mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Illetve ha nem tudtok róla, nekem van vegán főzőtejszín, rizs, illetve zabtejszín recept is van a csatornámon, úgyhogy ezt mindenféleképpen nézzétek meg, és a pontos mennyiségekről, adagokról a leírásban fogtok tudni majd tájékozódni. Köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk a következő videóban is, sziasztok!